mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk áldani és magasztalni téged, édesatyánk, azért, mert megteremtetted ezt a világ mindenséget. És Urunk, áldunk téged azért, hogy te nem csak teremtettél, hanem te újjá tudsz teremteni. És így köszönjük meg neked, Urunk, minden egyes emberi élet újjáteremtését, akiket ma elhoztál a te lábaidhoz. Légy áldott, hogy neked ez lehetséges, és a régi, óemberi természetet te le tudod vetkőztetni a te drága szavad által, a te jelenléted által. Köszönjük, Urunk, hogyha a szívünkben már elvégezted azt, hogy kötelességünknek érezzük, hogy hálából itt legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz a szívünkben, és köszönjük, hogy nem esik nehezünkre a te jelenlétedben lenni. Hálás szívvel köszönjük meg neked, Urunk, ezt a mai napot, amelyet neked tudtunk szentelni. És köszönjük, hogy most is elkészítetted a te ígédet, amellyel szeretnéd a mi szorongásainkat, a mi kétségeinket, a mi félelmeinket elvenni, és szeretnél bennünket bátorítani és buzdítani. Köszönjük, Urunk, hogy így van, és kérünk téged, hogy mindaz, ami teher és nehézség, Urunk, hadd tegyük le azt most a te lábaidhoz, és hadd tudjunk a te ígédre figyelni. A te fiad által kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Korintusiakhoz írt második levélből olvasom Isten igéjét, a 6. fejezetből, 3. verstől a 13. versig, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság erejével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és ime élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is a szíveteket. Van egy hamis elgondolása az emberiség életében, és szinte minden embert megkörnyékez ez a hamis elgondolás, amely szerint, hogyha valaki hitre jut, akkor utána könnyű lesz az élet. Hadd mondjam el, hogy az, aki így gondolkodik és így vélekedik a hívő életről, annak nem kell követni Jézust. Mert nem bátorít bennünket sehol az ige, hogy hitre jutásunkkal az életünkben semmiféle baj, semmiféle nyomorúság, semmilyen teher nem fog bekövetkezni. Sőt, hogyha Pál apostol leveleit olyan figyelmesen olvassuk, és Jézus tanítására odafigyeltünk a Bibliát olvasva, akkor azt látjuk, hogy nagyon is sok nehézség éri a hívő embert. Nagyon sokszor kell olyan kellemetlen élethelyzetekbe belekerülnünk, amelyekből szívesen kihátrálnánk, amelyekben nem akarunk benne lenni.
és nem ígért Jézus az őt követőinek könnyű, kényelmes, problémamentes életet. Ezt sehol nem ígérte a tanítványainak. Arra se bátorított, hogy egy idő után a hívő életből vissza lehet vonulni, és majd azt mondani, hogy hát majd az utódaim legyenek hívők. Erre sem bátorít az ige. Amikor Isten megtérít egy emberi életet, akkor a megtérésemtől kezdve a halálom napjáig élem a hívő életemet. És a halálom napjáig igenis vannak próbák, nehézségek, nyomorúságok, kellemetlenségek, és kell is, hogy legyenek. Ezzel legyünk tisztában, mindannyian, akik hitben járunk. És ebből az ige szakaszból, amelyet felolvastam, nagyon is világos, hogy Pál apostolt elhívta Isten egy olyan életre, amelyben nagyon sok nehézség és nagyon sok küzdelem volt, és egy olyan életről számol be Pál, ami a harc szintere. Egy harcos élet, egy harcmező a hívő élet. És ennek a harcmezőnek azóta is, akkor is Pál életében, de azóta is, minden ember életében két szintere van. Tehát figyeljünk úgy az életünkre, hogyha Isten meglátogatott bennünket és megtérített, akkor van két harci szintér, amelyen helyt kell állnunk. Az egyik harci szintér a világ, a másik harci szintér a hívő közösségek. A világ mindig megnehezíti a hívő ember életét, és naívság lenne azt gondolni, hogy az emberek pozitívan fognak ahhoz hozzáállni, hogy én megtértem, és Jézus szeretném követni. Nem fognak pozitívan hozzáállni, az emberek gonoszak. Az emberek nem kíváncsiak az igazságra, és nem kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet Istent követni. Ne legyünk naívak, amikor Isten megváltoztatja az életünket. És nem kell meglepődnünk azzal sem, hogyha nehézségekkel szembesülünk a hit útján, amikor elkezdünk haladni a hit útján, amikor Isten elkezd formálni bennünket és tanítani bennünket. Ami meglepő számomra és Pál számára is ez volt meglepő, hogy miért kell időről időre hívő közösségekben is harc szintérnek lenni. Ez meglepte Pál apostolt is. Ettől függetlenül azonban nem azt jelenti, hogy a hívő élet nincsen tele győzelemmel, nem azt jelenti, hogy a harcok ellenére nem győzedelmeskedhetünk, csak nekünk tisztában kell lenni azzal, hogy elkezdtünk harcolni a gonosszal. És a gonosz használja a világot, és időről időre használja a hívő közösségeket is, hívő megtért embereket is. Figyeljük meg az ige alapján, hogy Pál hogyan harcolt ezen a két szinteren. És tanuljunk ebből, hogy mi is úgy felvérteződjünk, ahogy Pál apostol képes volt a harcait megvívni. Először is a világ ellen. Azt mondja, senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái. És akkor van egy nagyon-nagyon hosszú felsorolás, hogy mint Isten szolgái, mi hogyan ajánljuk magunkat, hogyan szolgáljuk az Urat. És elmondja, tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, igazságfegyvereivel, dicsőségben, gyalázatban, ha jó híreket hallunk, ha jó, rossz híreket hallunk. Nagyon nagy felsorolás van itt az igében. Azt mondja Pál, hogy a szolgálatomban nincsen akadály, legalábbis az én részemről. Hát nagy dolog, mert nem, én ezt nem tudom kimondani. Nagyon sokszor bizony az emberi természetem akadály a szolgálatom területén. De Pál azt mondja, hogy én bármilyen élethelyzetbe belekerültem, bármilyen próbatételbe voltam benne, bármilyen nehézségem lehetett az életem során, a szolgálatom kárára nem ment.
Az Isten ígéje nem szenvedett kárt, nem volt megbotránkoztató, mert helytálltam. És tudjátok, amikor próbák, nehézségek vannak az életünkben, akkor meg kellene kérdezni magunktól, hogy ez a próba, ez a nehézség, ami ér engem, az vajon én miattam van? Én okoztam? Én voltam engedetlen? Vagy vajon ez a próba, ez a nehézség azért van, mert ne talán bizonyságot tettem, és kiálltam az Isten ügyéért? Mert nem mindegy. Mert hogyha én miattam van a próba, a nehézség, akkor ott igenis valamit meg kell vizsgálni, és helyre kell igazítani az életemben. De hogyha nem miattam van, hanem az Isten ígéjét mondtam, éltem, bizonyságot tettem, és emiatt a támadás, akkor harcolni kell. Akkor kell harcolni. És időnként olyan helyzetekben, ami nekünk nem olyan kényelmes, és azt mondjuk, hogy nem szeretem helyzetek. Azt mondja Pál, hogy nincsen baj a szolgálatunkban, és mégis itt vannak a bajok hátán. Azt mondja, hogy bármi ér, ugye felsoroltam egy hosszú felsorolást, nyomorúság, megyek tovább. Bebörtönöznek, megyek tovább. Megvernek, megyek tovább. Igazságtalanság ér engem, megyek tovább. Bármi éri az életemet, én megyek tovább. Azt hiszem, hogy nem mondhatjuk el, hogy sok olyan nehézségen átmentünk, amiről itt Pál beszél, de hogyha őszinték vagyunk, és megvizsgáljuk az életünket, akkor ki kell mondanunk, hogy amióta hitben járunk, amióta a hit útján elindultunk, igenis vannak olyan nehézségek, amelyekkel szembe kell néznünk a hitünk miatt. Van, amikor bántanak miatta, van, amikor bolondnak néznek miatta, van, amikor családon belüli viszály keveredik miatta, van, amikor munkahelyen talán fel kell vállalnom, hogy én vagyok egyedül, aki becsületesen szeretném megoldani az élethelyzeteket. Igenis, vannak nehéz élethelyzetek és próbák. De a különbség az, hogy ezeket a harcokat már Jézus Krisztussal vívjuk meg. Ez a különbség, hogy nekem nem egyedül kell harcolni, nem egyedül kell helytállni, hanem nekem van egy segítségem ezekben a próbákban, meg a nehézségekben. Nagyobbak a bajok? Nagyobbak a győzelmek, nem? Nem nagyobbak a győzelmek? Amikor átéljük azt, hogy én ezt egyedül nem tudtam volna megvívni. Ehhez adott nekem erőt Jézus. Ebben segített engem Isten, mert erőt adott, szavakat adott a számba, vagy na nem bezárta a számat, mert hogy időről időre azt is meg kell tennie. A legtöbb, amit felsorol Pál itt az igében, figyeljük meg, hogy fizikai fájdalmakról van szó. És nagyon sokszor, amikor próbák, nehézségek érnek, akkor fizikai fájdalmak jelennek meg az ember életében. Akár gondolok itt arra, hogy hányszor egy-egy döntésünk előtt, amikor Isten véleményét kikértük, több éjszakán keresztül álmatlanság kísér. Hát ez nem fizikai? Ez igencsak fizikai, mert kihat a holnapomra, meg a holnap utánomra. Amikor ott van a belső tusakodás, a belső harc az emberben, hogy mi legyen, melyik úton induljak el, fizikai fájdalom. A hívő ember fizikailag éli át a harcokat nagyon-nagyon sokszor. A testünkben érezzük, akár egy-egy betegség formájában. Pál apostol nem volt egy erős fizikumú ember, ő magáról el is mondja, hogy én nagyon gyenge vagyok, és egy kis embert képzeljünk el, egy kis vézna embert, és mégsem törték meg a hitét, mégsem törték meg az elköteleződését ezek a nehézségek. Ezek a testi fájdalmak, a szorongattatások. Azt mondja a halál előtt, hogy én a futásomat elvégeztem. A
harcot megharcoltam. Mindent úgy éltem, ahogy Krisztus azt várta tőlem, és ahogy szánta nekem. Nagyon sokan feladják, és nagyon sokakban megjelenik az a gyarló emberi tulajdonság, hogy hát ha engem bántanak, akkor majd én is bántok. Hogy amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten, majd én is úgy fogok reagálni. Beférkőzik ez a gondolatunkba, a hitvilágunkba is. Mi volt Pál apostolnak a fegyvere? Pál apostol a gonoszságot nem gonoszsággal akarta legyőzni. A gonoszságot, testvérek, nem lehet gonoszsággal meggyőzni és legyőzni. A gonoszságot csak jósággal lehet legyőzni. Csak a jóság tud felülkerekedni minden gonoszságon, ami ér bennünket az életünk során. És tehát a győzelemre a hívő embert az viszi, hogyha ellentétesen harcol, mint az ellenség. És ezt tette Pál. Ellentétesen harcolt. Nem azt olvassuk tőle, hogy én nem harcoltam, hogy én nem vívtam a csatákat. Van, amikor védekezni kell, van, amikor szembe kell szegülni, csak nem az ellenség fegyverével. Nem ugyanazt a megoldást veszem igénybe, amit az ellenség. Erkölcstelen a világ? Hát akkor én erkölcsösen fogok élni. Érdektelenség vesz körül bennünket? Akkor ideje lenne ismerettel felvértezni magunkat. Ideje lenne még többet megtudni az Isten igéjéről. Türelmetlen a világ? Türelmetlenség vesz körül bennünket? Hát akkor kérjem Istent, hogy engem ajándékozzon meg türelemmel. Bele fog vinni a legtöbb türelmetlen élethelyzetbe. Mert meg fog vizsgálni engem Isten. Gonosz emberekkel vagyok körülvéve? Legyek kedves? Ellentétes dolgokat váltson ki belőlem az a helyzet, amibe beleenged engem Isten. Gonosz lelkeket tapasztalok? A Szentlélek az nem gonosz. Kérjem az ő segítségét. Kérjem az ő erejét. Utálatot látok az emberekben? Hát akkor tessék elkezdeni szeretni. Azt látom, hogy sokan emberi erőből akarnak érvényesülni. Mutassam meg, hogy lehet Isten erejéből érvényesülni. Hogyan lehet Isten erejét segítségül hívva élni ebben az embertelen, erkölcstelen világban. Testvérek, micsoda bizonyságtétel lenne az a mi életünkből, a szánkból, a viselkedésünkből, hogyha mi nem az ellenség fegyverével reagálnánk vissza, hanem mi ellentétes reakciót mutatnánk, és élnénk meg. Amikor támadások érnek, amivel támadják az életünket, akkor hívő emberként a harcban megtanulni nekem, hogy védekezzek, de harcoljak is a megfelelő fegyverrel. Mindig a legjobb az, hogyha a gonoszsággal szembe a jóságot tudom képviselni. Ha a gonosszal szembe a szeretet fog felülemelkedni az én szívemen. És felejtsük el azt, hogy mindenki jót fog gondolni rólunk. És felejtsük el azt, hogy mindenki jót fog mondani rólunk. Ez nem így van. És nem is kell ennek így lennie. Nekünk nem megfelelni kell az embereknek. Nekünk nem az emberiség kedvére meg képére kell elváltozni, hanem nekünk isteninek kell lenni. És valami mást képviselni ebben a világban. És azt gondolom, hogy talán, ahogy Pál, nagyon sokszor mi még meg is tudunk birkózni ezzel a világ ellen való harccal, de amivel ő sem tudott megbirkózni, és időről időre én magam sem tudok, hogy miért vannak harcok hívő közösségekben.
Miért vannak harcok olyanok között, akik ugyanazt az Urat szeretik? És azt mondja Pál, hogy én kitárom előttetek az én szívemet. Én felsorolom nektek, hogy milyen nehézségek érnek engem, és az ige, az terjed, jön ki belőlem, árad rajtam keresztül. Az a baj, hogy ti nem tárjátok ki a szíveteket. Az a baj, hogy a ti szívetek van zárva. Ezt fogalmazza meg a korintusiaknak. A kapcsolataink a hittestvéreinkkel. Az elkövetkezendő héten fogjuk olvasni a 7. fejezetet, és majd figyeljünk oda a 7. fejezetben arra, hogy leírja Pál ezt a harcot, ami saját magában megy végbe, ami neki nehézség, ami neki okozott gondot és fájdalmat, hogy látta, hogy a korintusiak nem úgy szeretik őt, vagy nem úgy szeretik az Istent, ahogy az kellene. És Pál arról számol be, hogy ez nekem olyan fájdalmas. Én ezért szenvedek. Én kitárom előttetek a szívemet. Ti miért nem tárjátok ki? Erőt ad a hívő közösségeken belül az nekünk is, és Pálnak is ez adott erőt, amikor szeretjük egymást. Amikor számíthatunk egymásra. Ez erőt ad a hívő embernek. Mi tudjuk, hogy Isten ereje által van erőnk, de ilyen gyarló emberi a természetünk, hogy kell nekünk az emberi megerősítés is. És erre volt szüksége Pálnak is, és erre van nekünk is szükségünk, hogy a hívő közösségeinkben ne harcosok legyünk, hanem egyetértés legyen közöttünk, hisz egy Urat szolgálunk és szeretünk. És azt mondja Pál, hát én úgy beszélek nektek, mint saját gyermekeimnek. Ti a saját gyermekeim vagytok. Én szültelek. Azt jelenti, hogy én kezdtelek el titeket a hit útján vezetni. És van egy háttere ennek, amiért így ír a korintusiakról, azt mondja, hogy segített nekik a hitre jutásban, aztán pedig rossz híreket hall róluk, és hallja azt, hogy vannak ilyen kisebb csoportosulások a gyülekezetben, klikkek, egyik ilyen tant fogad el, a másik olyan tant fogad el, megtűrték a bűnt a gyülekezetben, a férfiak iszákosok lettek, a nők meg nem viselkedtek hívő asszonyhoz illő asszonyokhoz, elkezdtek nyelveken szólni, ez teljesen összezavarta a gyülekezeti rendet, a közösséget, nem értették egymást, és Pál nagyon szomorú lesz ezért, és ír nekik egy levelet. Ez az első korintusi levél. Nagyon sok tanítás van benne a korintusi gyülekezetnek. És aztán elmegy hozzájuk személyesen, és szemtől szembe megdorgálja őket, és helyre akarja igazítani. És akkor azt mondják neki, hogy Pál, te nem is Jézust prédikálod nekünk. Te nem is Jézust képviseled. Nem fogadják el azt, hogy megfeddi őket, akikért ő szenved, akik miatt fájdalmat érez, és azt mondja Titusnak, és ez van már benne a 7. fejezetben, hogy Titus, én tudom, hogy az ő szívükben mindent helyre tud igazítani az Isten. Menj el, látogasd meg. Mert lehet, hogy engem megint elkergetnek. Lehet, hogy én tőlem nem fogadják el, de menj el te. Bátorítsd őket, mutasd, hogy szereted őket. Igazítsd helyre őket, hogyha arra van szükség. Ők fontosak nekem, azt mondja ki ezzel Pál, és ez a Titus elmegy, és mindent rendben talál, és visszajön, és elmondja Pálnak, hogy Pál, minden rendben van. Bár megsértődtek, megharagudtak, fájt nekik, hogy megdorgáltad őket, és helyre igazítottad dolgokban, de már most elfelejtették. Már most nem sértődékenység van az ő szívükben. És úgy fejeződik be a 7. fejezet, hogy megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok Titus lelkét, és örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek.
amikor a harci szintér a hívő közösség is, és amikor időről időre át kell élnünk talán azt, amit Pál átélt. Amikor fáj nekem az én hittestvéremnek a hibája, a rossz döntése, a helytelensége. Azt mondja Pál, én nem örültem annak, hogy ti akkor nem voltatok a helyeteken. Most örülök. Most végre öröm van a szívembe. És olyan különös azt mondja, hogy azért örülök, mert megtérésre szomorodtatok meg. Mert megszomorított az Isten lelke. Olyan jó lenne, hogyha amikor találkozunk és együtt vagyunk, mi, akik egy Urat imádunk és szeretünk, akkor tudnánk megszomorodni az Isten iránti megszomorodással, amikor Isten szomorít meg egy-egy bűnöm, egy-egy konokságom fölött, és azt mondani, hogy elismerem a hibámat, elismerem, hogy most én vagyok a hibás. Netán bevallani, hogy köszönöm, hogy szóltál nekem, figyelmeztettél. Vagy én nem gondoltam jól, rosszul gondolkodtam ebben a témában. Olyan jó lenne, hogyha ezek a harc szinterek mássá alakulnának, mert nekünk nagyon sok harcunk van a világban. Nagyon sok a harc a gonosszal. Miért kell egymással? Pál azt mondja. Én nem akarok veletek harcolni, én szeretlek benneteket. Nem akartalak megbántani, azt mondja. Sajnáltam, hogy megbántottalak. Mintha még Pál kimondaná, hogy lehet, hogy el sem kellett volna küldeni azt a levelet. Lehet, hogy megfogalmazódott menet közben benne. De azt mondja, most már látom, hogy Isten szerinti volt, és örülök. És testvérek, ma délután jó lenne, hogyha nagyon biztosak lennénk abban, hogy a harc szintér az nem múlt el az életünkből. Azzal sem, hogy ma délelőtt úrvacsoráztunk. A harc az folyamatban van, és nem fog megkímélni egyikünket sem. Sőt, inkább arra kellene odafigyelni, hogy mi van, hogyha időről időre nincsen próba meg harc. Akkor nem véletlenül velem van a baj. Nem az én életemben nincs valami rendjén, hogy soha nincs ellenállás, mindenkinek tetszik, amit csinálok. Hadd adjon erőt Isten a harcainkban, amelyeket mi meg kell élnünk a mindennapjainkban, a világban, és adjon erőt a hívő közösségeken belül szeretni egymást, és elfogadni egymást, és egyetértésben imádni a mi Urunkat, aki kész volt mi értünk mindenre. Imádkozzunk! Szeretnénk megköszönni neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a példa te vagy számunkra, hogy hogyan élted ezt az életet, ezt a földi életet, amikor bántottak, amikor csúnya, gúnyos szavakat szórtak feléd, amikor elkergettek egy-egy helyről, amikor nem fogadták be még a tanítványait sem azokat a szavakat, amelyeket mondtál. Urunk, köszönjük, hogy te mindezek ellenére helytálltál és kiálltál. És köszönjük, hogy nem nézted azt, hogy mi fog történni veled, hanem csak mentél egyenesen, és az Atya akaratát véghez vitted. Urunk, mi szeretnénk ebbe a szolgálatba beállni, és szeretnénk Pállal együtt kimondani, hogy a szolgálatunkat semmi nem akadályozza, és semmi olyat nem teszünk, ami megbotránkoztatna embereket. De látod, Uram, hogy sokszor mégis úgy van, sokszor mégis botránkozunk és botránkoztatunk. Bocsáss meg nekünk, ezért kérünk, és erősítsd meg és újítsd meg a mi erőnket, hogy felvértezve, harcra készen menjünk a harci szintérre. Urunk, óvd meg attól, hogy készületlenek legyünk. Óvd meg attól, hogy kevés legyen az ismeret, az ige ismeret. Urunk, az akaratunkat újítsd meg, mert azzal van a legnagyobb baj,
olyan lusták vagyunk, és úgy eltunyulunk. Segíts nekünk a Bibliát mindig követni, minden egyes napon elővenni, minden egyes napon kikérni a te véleményedet. Urunk, hadd legyen olyan fontos számunkra, hogy az életünknél is fontosabb legyen, hogy te mit mondasz nekünk. Légy kegyelmes hozzánk, kérünk, és légy kegyelmes meghallgatni azokat a kéréseket, amelyeket most feléd tárunk. Áldott légy, Urunk, hogy te minden egyes könyörgő szívet meghallgatsz, és a megfelelő időben megjutalmazod, és elrendezed mindazt, ami kétség és kérdés bennünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.